Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Afganisztánban a totális hatalmat megszerző tálibok bejelentették, hogy büntetlenséget biztosítanak minden állami tisztviselőnek, és felszólították őket, hogy térjenek vissza munkahelyükre. Arról, hogy a hatalomátvételt követően milyen helyzet állhat elő az országban, Szamai Alit, a budapesti Corvinus Egyetem doktoranduszát és Afganisztán szakértőt kérdezzük. Akinek jó reggelt kívánok, hello! Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok! Igazából, ami foglalkoztat minket, ez az, hogy mennyire kell komolyan venni a tálib ígéreteket. Tehát az, hogy most akkor más jön az emberi jogok szempontjából, egy új fejezet kezdődik. Ez az ön számára egy hihető üzenete, vagy más gondol? Röviden erről annyit szeretnék mondani, hogy azt, amit a tálibok az utóbbi 2-3 napon bejelentik, vagy mondanak, ez egy átmeneti fázis lehet, mert nem lehet bízni a tálib állásfoglalásában. Először is azt kell nézni, hogy a tálibok hogy bánnak a saját gyerekével, a saját, vagyis az ő területeken lévő emberekkel. Ha emberi jogról beszélünk, női jogról beszélünk, vélemény, szabadságról beszélünk, sajtószabadságról beszélünk, akkor a tálib rendszerben vagy a tálib rezsimben ilyesmi nem létezett. És azért próbálkoznak most ilyen jó hiszemúnak tüntetni a dolgokat, hogy ne alakuljon nemzetközi ellenállás ellenük, és ezt nagyon próbálják megelőzni. Hát meg ugye azért az is van, hogy ugye a szuverenitás kérdése felmerül, ugye az a rezsim érdeke, hogy megszilárdítsa a külföldi elismertségét, vagy néhány állam pozitív reakcióját kiterjessze másokra is. Itt Kínára és Oroszországra gondolok természetesen. Hát sajnos ez azután történt, hogy amerikaiak egy üres kártyát adták táliboknak azzal, hogy béke megállapodást kötöttek tálibokkal az amerikai külügyminiszter jelenlétével. És ezzel tálibok egy nemzetközi presztízst kapták, és utána kezdtek utazgatni Oroszországban, Kínában, Iránban, és onnan ered az egész. Hogyha nem történt volna ez, az is az egész béketárgyalások, amiket az amerikaiak az utóbbi 2 évben kezdtek tálibokkal tárgyalni, és megállapodták. Az egész folyamatban az afgán kormány, az afgán parlament, az afgán politikai vezetők nem is voltak, képben sem voltak, hogy mi zajlik az amerikaiak és a tálibok között. A béke megállapodás, ami Amerika és tálib között történt tavaly februárban, annak egy titkos része is volt, amiről még mai napig sem tudjuk, hogy az miről szólt. Ez történt sajnos. De az, hogy van egy ilyen titkos rész, az miből derült ki? Hát ez hivatalos megjegyzések voltak erről az amerikaiak részéről, meg a tálibok részéről. De ami fontos, az, hogy a tálibok az utóbbi 25 évben mit csinálták. Az összes öngyilkos merényletet, az összes terrortámadást, az összes civil áldozat, ami Afganisztánban történt az utóbbi 20-25 évben, aminek a száma nem kettő, hanem több mint 300-400 emberi áldozatról beszélünk, ezt mind a tálibok által lettek végrehajtva. És így nem lehet, hogy egy megállapodással, vagy egy éjszaka után a tálibok a terrorista szervezetből mérsékelt olyan demokratikus muzulmanok lesznek. Bár már volt erre példa azért a Közel-Keleten, ha nem is ott Afganisztánban, de... Hát most az, hogy Közel-Kelet vagy Afganisztán, most itt konkrét példáról beszélünk, hogy tálibok. Egyértelmű. Én csak arra utaltam, hogy a palesztinoknál is valami hasonló folyamat ment végbe. Hát igen, csak én nem tudnám összehasonlítani a palesztinban lévő
politikai mozdulatokat tálibokkal. Világos. Én pedig azt szeretném mondani, hogy Magyarországnak áldozata volt Afganisztánnak. 7 áldozata volt Magyarországnak Afganisztánban, magyar katonák Afganisztánban estek el, és azt meg kell magyarázni, hogy a terroristák elleni háborúban estek el, vagy a mérsékelt muzulmanokkal, vagyis demokratikus muzulmanokkal volt ez a háború. Ezt nagyon kéne figyelembe venni, az, hogy most tálibok mit mondanak, vagy az, hogy az utóbbi 1-2 évben Amerika Afganisztánból egerutat keresett, és változott a politikai érdekek Amerikában. Ez nem azt jelenti, hogy a tálibokból most demokratikus emberek lettek. És egy szempillantás alatt levetették a terrorista jelmezt. Ezzel nem tudok egyetérteni igazából. Köszönöm, hogy segített megérteni a folyamatokat. Ezt a témát folytatjuk a hírek után, és még remélem legközelebb is tudunk beszélni. Köszönöm szépen. Rendelkezésre állok. Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.